A Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete idén 30. alkalommal rendezte meg hagyományos kiállítását a Vokke Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. A tárlaton idén is a tenyésztők legszebb madarait tekinthették meg az érdeklődők, és bemutatkoztak azok is, akik főként egzotikus madarak tartásával, illetve a hobbi állattá tenyésztett tradicionális szárnyasok és vadon élő madarok tartásával foglalkoznak, érintve a világ minden táját. Szeretnénk azt, hogyha a gyerekek, a fiatalok közel kerülnének ehhez a szép hobbihoz, és hódolnának neki, és talán a felelős állattartás is előtérbe kerülne, és így megpróbálunk olyan ízelítőt adni, hogy ezek az emberek, akiknek van affinitásuk hozzá, azok talán egy kicsikét jobban rálássanak, és így talán kedvet kapjanak ehhez a szép hobbihoz. A hagyományos ünnepi hétvége szervezőinek célja, hogy népszerűsítsék a természethez való visszatérést és nyissanak a fiatalság felé, hiszen Székesfehérvár számára is kiemelten fontos a természet közelsége, a természeti nevelés, közös kincseink megismerése. Ezért is üdvözlendő, hogy a díszmadártenyésztők esztendőről esztendőre bemutatkozhatnak városunkban. Vannak olyan madarak, amik a tenyésztésnek is a csúcsát jelenti, ami az emberi tevékenység folytán egy csodálatosabb, előremutató irányt mutat a madártenyésztésben. Aztán vannak olyan állataink, amik Magyarországon is nagyon kevés látható belőle, de a világon is nagyon-nagyon kevés olyan példány él a fogságban, ami igazából egy nagyon-nagyon érdekes dolog ebből a szempontból. A nagymúltú egyesület számára a kiállítás kiváló lehetőséget biztosított arra is, hogy bemutassák kedvenceiket és megerősítsék azt a fajta elkötelezett tenyésztői attitűdöt, amelynek mentén egyre inkább hozzásegíti az egyesületet, hogy minél szélesebb körben megismertessék munkájukkal az embereket.